Sziasztok! Ebben az adásban Weber Gábor televíziós szakkommentátorral, autóversenyzővel, újságíróval beszélgetünk. Nemrég megjelent könyve lesz a téma, nyilván a Forma 1, az autóversenyzői karrierje és az, hogy milyen hobbiai vannak. Azokon meg fogtok lepődni. Forma 1 a XXI. században. Ez a most, november 20-án megjelent könyvednek a címe. Nagyon képbe vagy. Ilyen. Hát persze, mert hogy figyeltem, csak hogy őszinte leszek. Nem jutottam el még megvenni, de megkaptam fél a játékba, Nem úgyhogy kell, ezt átugrottam. a Mikulás kicsit késő, vagy korán a Jézus. És hogy azon gondolkoztam, hogy talán az ilyen dolgokkal lehet meghozni az embernek a kedvét a motorsporthoz, meg ez a világhoz, és megmondom miért, mert te ismersz egy csomó kulisszatitkot, amit gondolom leírtál ebben a könyvben, és nekem a legfrissebb élményem viszont, ami kulisszatitkokkal kapcsolatos, az a Ford VS Ferrari film. Az. láttad már? Még nem láttam. Nem már... láttad még? nem volt semmi időm rá. Tehát még az évvége, annak egy vége a szezonnak nekem még nem csengett le, úgyhogy majd december 22 után kezdem el magam ilyen mód üzemmódba átállítani, de az egyik, amit nagyon meg akarok nézni. Nagyon akard is megnézni, a rást az biztos láttad. Hát azt én lektoráltam Szújozolival, úgyhogy azt persze azt még azért láttam, mielőtt ti láttátok volna. Azt a... Na, olyan, mint a rás, ugyanolyan jó, és hogy én azon akadtam le, hogy basszus, ez igaz történet. Persze. És a Ford VS Ferrari is igaz történet. És hány ilyen igaz Sőt. történet van az autósportban? Nyilván ki van színezve egy picit, úgy mondom, hogy nem láttam a filmet, de olvastam róla a kritikát. De hogy persze, ez mindig akkor, egyébként mindig azok a sztorik nekem aztán különösen ilyen szempontból teli találat, amit mondasz, mert mindig az egész sztorikat szeretem. Könyvbe is azokat imádom, ami vagy valósága, a, 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 valóságon alapul, vagy pedig magáról a valóságról szól. Tehát imádom az önéletrajzi témájú könyveket vagy imádok olyan sztorikat olvasni, akár csaták történetét, bármilyen háborúból, akár régebbről, akár a világháborúkból. Tehát ami a valóság, amikor tudod, hogy gyakorlatilag... Egyébként pontosan tudod te is, hogy a legjobb sztorikat mindig az élet írja. Uh -huh. És éppen ezért, amikor valami olyat olvasol, amit tudod, hogy atya úristen, ez megtörtént. Ez nem valakinek a fantáziájából jött elő. De rengeteg ilyen kémsz történetet olvastam például a második világháborúból. Úgyhogy, úgyhogy, igazából én is azt szeretem, amikor valami olyat nézzem, amikor tudod, hogy ez akkor így, ez helyzet volt, és azt a szitut valakinek meg kellett oldani, a egy választ alán, és nem egy főhősnek írták meg éppen nem tudom milyen formában, és akkor lett az a folytatás, hanem tényleg ez az életben így történt. Na, akkor az autósport szeretet is esetleg így ne jön? Az is folyamatos összecsapás, mondtad, hogy szereted az ilyen áborús dolgokat. Az egy, az... Szeretem a küzdelmet, meg szeretem, amikor, igen, szeretem, amikor valamit meg kell oldani, legyen az teljesen mindegy, hogy ez egy sportpályán levő feladat, az életben egy feladat, vagy akárha az életedért küzdesz, még nem vagyok ilyen teljesen extrém hardcore, tehát nem feltétlenül keresem ezeket a sztorikat, viszont nagyon szeretem a történelmet. Ezen keresztül nyilván egy csomó olyan dolog, a történelem a nagy része azért sajnos a háborúkról is szól, meg arról éppen, hogy ki irányít a történelem adott szakaszában, és ez valahol mindig egy háború a fordulópontja, vagy a kiindulópontja, vagy a gyújtó pontja, mindegy, hogy honnan nézzük. De ugye érdekel, az a világ is, amiben élünk, az a világ, ami ami kezdődött korábban, vagy amiből kialakult az, amiben most érünk. Tehát ezzel például sokat foglalkozom, ezt kevesen tudják róla, de nagyon-nagyon szeretem. Pont ezt akarom mondani. Annyira imádom ezt a műsort, mert csak bedobok valamit, és rögtön kiderül a vendégről egy olyan oldala, amit szerintem nem nagyon ismernek. De ezt nem az... is hangoztatod? Nem ez... hangoztassam, mert tudod, hány dolog érdekel, ami nem tartozik senkire, mert az én magá... a magánéletemet különben nagyon védem. Tehát sokan Aha. kérdezik azt, hogy hogy ha már egy négy szemköz közt beszélgetünk, hogy miért nem kurvulok el egy kicsit, ezt szerintem belefér. Persze. Hogy, hogy kicsit többet adjak magamból, a gyerekeimről, a, a feleségemről, úgy a családértelmű, és akkor mennyivel többet szerepelhetnék, és mennyivel többet hozna. Mert nem szeretnék a, a a blikbe, nem, nem, is sorolom végig, mert van, nem is jut eszembe, van belőlük, meg nem érdekel. Nem szeretnék ott most jönni, és egy, egy, ingyen utat kapni egy utazási irodát, hogy milyen jó volt Pálma, de Majorkán, ingyen elmentünk, és lefotoztak háromszor. Gábor a feleségével, Gábor a lányával mit tudom, asztali szezik, úszik a tengerbe, és akkor, és egyébként nagyon szereti reggelire a mézes Hát ez annyira lesz arom, hogy amennyire, tehát hogy nem érdekel. Ja. Van, aki meg ebből él, de ez ne, én nem ebből akarok. Te tehát, nem ebből, nem, nem is ebből élsz, de fontos különbség köztem, meg, meg, szerintem a legtöbb celeb között, hogy, és nem csak köztem, sokan vagyunk még így, hogy sokan mondják, hogy de te híres ember vagy. Nem, én ismert ember vagyok. Én nem híres ember vagyok. Én csak ismert ember vagyok, mert valami olyat közvetitek, amit jó esetben másfél millió ember néz, de nagy átlagban fél millió egy millió ember néz, és ezt csinálom 18 éve. Emiatt nyilván nagyon sokan ismernek, megismernek az utcán, ha és most karácsonyra vásárolni, ott is megismernek. Szóba, most ahogy megálltam és bedobtam nálad a parkoló pénzt, a túloldalon a, a, az egyik biztonsági rögtön megszólított, és elkezdett velem beszélni a Forma 1 -ről. tehát, hogy, <laughs> De ezt már megszoktam, mert ez már régóta zajlik, tehát ezt tudom kezelni, de hogy én ettől még csak ismert vagyok, de híres nem vagyok, meg hírhet sem vagyok, és nem is szeretnék, tehát én nem törekszem arra. Ha valamiért törekszem, nyilván most itt a könyv, és vegyétek meg. De hogy, de hogy ezt is például úgy csinálom, hogy próbálom nyilván amennyire lehet a marketinget tolni, mert nyilván ha már megírtam, és kiadtam, és beleraktam egy csomó pénzt, akkor szeretném, hogy minél több ember az eljusson. Egyrészt azért, mert nyilván azért csináltam egy üzleti vállalkozást, meg azért, amit te mondtál, és ez az elsődleges célom, hogy egy csomó olyan dolgot is megtudjanak, mint esetleg nem, tudnak megadásból, éppen nem nézték azt a szabad edzést, aztán nem tudom, mit, amikor arról beszéltem, és az került szóba, hanem hogy összességében egy olyan összképet adjak a 1-ről, ami egyben így soha nem volt meg is leírva Magyarországon, de még külföldön is nagyon kevés ilyen típusú könyvet ismerek ami ennyire összeszedte volna, hogy miről szól most mondjuk a formáj. Igen, mert hogy egy átlag embert megkérdezel, aki mondjuk nem nézi, és nem a pejoratív értelemben mondom, hogy átlag, hanem egy olyat, akit nem érdekel. Nem csomó vannak Igen, ránézünk, jó, hogy mennek körbe-körbe, ebbe semmi érdekes nincsen. És hogy én mindig megpróbálom nem meggyőzni, csak megpróbálom megmagyarázni azt az oldalát, hogy hú, ez a gyerek mondjuk innen jön. És hogy így küzdötte végig magát. Hú, itt most egyébként olyan kört kell ö, futnia, hogy az előbb te egy, mit tudom én, 1.41-et, és rászóltak, hogy most egy 1.39-et, de ne egy 38-at, és ne egy et hanem egy 39-et menjen, és meg tudja csinálni a pilóta, illetve most, most kerékcsere lesz, és bizony 2,2 alatt sikerülnie kell a legrosszabb esetben, különben oda az előny, és hogy ez egy annyira több rétegű, annyira összetett világ, hogy ha az ember nincs benne régóta, akkor igazából így ez. ez nem tudok haragudni arra, hogy nem látja át, de vagy egy kicsit akkor ez a küldetés tudatod is benne van, hogy bemutatsz ilyen sztorikat? Az a küldetés tudatom benne, hogy részben igen, most csak egy részét érintetted, és annak is egy, egyfajta oldaláról, nem feltétlenül onnan, innen fogtam meg. Az például jól lehet találtad, hogy mindenkinél levezetem mind a 20 versenyzőnél az idei szezonban, hogy honnan jöttek és miket nyertek a Forma előtt, mert hogy egy csomóan csak azt látják, hogy valaki 18 -dik, 12 -dik, ó, az mit keresett, biztos befizették egy nagy túrós. ha megnézed a, a pályafutásukat, akkor mindenki nagyon komolyan szétnyerte magát szinte mindenhol. Tehát mindenki jön valamilyen komoly háttérre, komoly, komolyabbnál komolyabb múltal, megérkeztek ide, tehát mindenki tudja, hogy hogy kell autót vezetni, hogy kell gyorsan autót vezetni, hogy kell a bajnokságot nyerni, csak nyilván a Forma egy lenni más. Mert amikor megérkezel VB szintre, vagy a, vagy a, csúcsára bármelyik sportágnak, akkor pontosan tudod, hogy minden egyes ellenfered, aki ott van a mezőnyben, az ugyanúgy azt az utat megtette, amit te, és valahol már ugyanúgy Nyert és nyeregetett egy csomó bajnokságot, és, és megvert egy csomó másik embert, aki nem az került oda, hanem valamiért mégis ő. Tehát ő nagyon komoly ellenfél lesz. Ezt egyenlője vagy két szinten lejjebb játszod, sok viszonylag egyszerűbb dolgot. Ott sem egyszerű, persze, mert ott is nagyon tehetségesek vannak, csak mindig van szintemelkedés. emelkedés. Nyilván egy VB-mezőnyben egy azért ott, ott Tényleg nagyon kis kivétellel ott nagyon komoly pilóták vannak. Itt mindenki nagyon tudja, hogy, hogy hogy keres csinálni az elméletét, és a gyakorlatát is, tapasztalata is van. Nézd meg az újoncokat ide, mennyire jó volt mindegyik, hogyha nézted az évet. Tehát, hogy, hogy nagyon felkészülten jönnek. Teljesen más, mint 20-30 éve. A mezőny negyede vagy tizede sem volt ilyen felkészült, uh -huh. mint most a mezőny minden tagja. És, és ezek tök fontos dolgok, mert annyira maximalizálva van a saját teljesítményük, hogy ezért sincs nagy különbség, és ezért dönt sokkal inkább aztán, hogy milyen autóban ülnek, de ott is annyira ki van már hegyezve minden, szóval hogy régen jóval nagy volt a fluktuáció. Sokkal többet elromlottak az autók, elfáradtak a versenyzők a, a versenyek végére, emiatt a többet hibáztak, szóval minden-minden egymásra rakódott. Most annyira ki van húzva, és olyan pici a, a játéktér ilyen szempontból, hogy mindenki egy, ilyen, egy, ilyen egy gépszerűen működő elembi vált, de hát ez minden sportággal így uh -huh, van a megnézed. Uh -huh. És nincsenek már olyan véletlenek. Persze így is vannak, és ettől szép az egész, hogy nem tudsz mindent kiszámolni, de hogy ha egyesével nézed őket, akkor ha csak egyetlen embert kéne a mezőnyből kiemelni, és azt mondod, hogy lenne valami űrkorszaki derbi, majd ezer év múlva, vagy mit tudom, 500 év múlva, és kiderül, hogy élnek még másik három bolygón, és akkor ilyen bolygó közti bajnokság is lenne, akkor a formegyes mezőnynek teljesen mindenki, hogy melyik pilótáját el kis túlzással, az biztos, hogy megállna a helye, aha, aha, mert, aha. Hogy, mert, Hogy, nem, nem a csarnokba hozták előket, őket, vagy a körútról szedték őket, hogy ott, vagy te figyelj, nincs kedved vezetni, itt van egy üres hely. Szóval ezek mind megküzdöttek ezért, hogy ott legyenek. Hát én emlékszem, és szerintem ebben a műsorban nem ö, meséltem még el. Kettő ilyen úristen élményem van form 1-es pilóta teljesítményekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy, hogy van nekik az a reflex faluk, amin ugye folyamatosan bat a, bat a abata, az imádom. Ö, nagyon béna vagyok rajta. A de, tudsz csinálni. Hát figyelj, én a, Hányos az? 2, 4, 6, 6, 8. Aha. És van a nagy fal. Akkor nem, kis falon én, a, én a kis falon csináltam, én azt hiszem, hogy 30 másodperces session mentem, és 30 másodperc alatt tudtam 60-at csinálni pontosan, tehát az 0,5. Hát ez nagyon jó. Az nem de az, de az, az de, gyakorlás, az tehát jó. ott álltam a fal előtt. Én a, én a nagy falon tudok 110-valamennyit az, a, az a egy perc alatt. Na de ezt akarom mondani, nem, és hogy hogy az a nagy fal azon szerintem pont kétszer ennyi. Azon dupla tehát annyi ott, van. Ott nagyon-nagyon széles mozdulatsorral kell menni. Az egyébként egy nagyon komoly tréning egy percig többször megcsinálod, és olyan, mintha egy edzésre jötte volna ki. Konkrétan, és ezen, ezen rögtön egyszer valamilyen cikket olvastam a neten, újságírók elmehettek a Hungaroringre, itt voltak a pilóták, kipróbálták, stb. is írta valamelyik, nem tudom melyik újságíró, ilyen egy perc alatt tudott csinálni ízét, mit tudom én, ilyen 30 valahányat, vagy 40 valahányat, majd oda azt hiszem a rájkő nem, vagy kicsoda, és itt ti itt itt ezt is gyakorolják. Persze, hogy gyakorolják, de hát ez az egyik, a másik, meg mondott, hogy régen elfáradtak a pilóták, most meg olyan állóképességű van, azt hiszem, hogy a, a Button mérkőzött meg egyszer egy triatlon testvérpárral, arról van egy YouTube videó is. De a triatlon egyébként divat, főleg a, button, a Rosberg, ők szerettek triatlonozni, és nagyon komoly eredmények voltak. Most nem tudok hirtelen rosszat, nem akarok mondani, 4 óra, 15 4 óra, 20 perces uh, Ironman tudtak. <coughs> Igen, úgy emlékszem, de lehet, hogy 4 órán belül tudott a Rosberg. Ugye most pont most döntöttek Ironman világcsúcsot 3 óra, 20 vagy 25 perc. Csak azért, hogy milyen ennyire más minden másra is sok szoktam figyelni meg főleg a sportról beszélünk, akkor gyakorlatilag ilyen szempontból minden vagyok, de hogy, de hogy elég komoly időredményeik voltak, tehát ők szerették szeretik ezt az edzés formát, hogy valahogy kicsit visszakadjanak abban, amit csinálnak, és nyilván miután top atléták, tényleg ilyen szempontból úgy működnek, mint az olimpikon. Uh -huh. Ma már teljesen más, nem az van, mint régen. Hát a 30-es években, még az 50-es, 60 as években is van, Ines Ireland volt az utolsó 60 as években egy egy írpilót, aki, aki gyakorlatilag állandó szokása volt, hogy a rajtrácson még egy cigi, mielőtt rajtoltak, és a befutó után rögtön a cigi a szájában. Tehát ma már ezért nagyon-nagyon máshogy néz ki. Aki Levárdzi, aki a 30 es évek nagy Grand Prix menője volt, és, és uh, ilyen kékvérű, nem tudom, hogy bárói, vagy, 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 grófi rangban volt, hát ő rendszeresen, tehát ő nem, menet közben is volt az a szájába valami éppen szipka, vagy cigaretta, vagy mit tudom. Én hát, vagy a rásból a hánt. De Aki hát, menet közben nem nyilván. Ő menet közben nem, de hát a világ összes. És persze, megint, de jó, jól. az most is megvan, tehát Rejkönen se félteni, meg néhány más <laughs> játékos, de hogy, de hogy, a teljesítményükre vigyáznak, de hogy akkoriban tényleg ez egy beült, vezetett, érezte a dolgot, de elfáradt ez ezzel járt, sok baleset abból is adódott, sok halál is abból is adódott, meg, meg, egyéb probléma. Ugye ma már ez nincs, ez nagyon leszűköve, lesz nagyon, nagyon ritka az, amikor, amikor ilyen szintre eljutnak, és nyilván azért mondom, hogy igazából tényleg olyanok, mint az olimpikonok, miközben sokan még ma is azt gondolják még profi sportolók, meg olimpikonok közül is, hogy épp múltkor csodálkoztam rá e, nagy tímára, a kétszeres olimpiai bajnok e, vívónkra, hogy, hogy e, ilyen szem, vagy pár vagy hogy ő is azt gondolja, hogy hát ez nem akkora terhelés autóban ülni, miközben, dehogy nem, csak ezt ugye, ha az ember kívülről nézik, a valóban azt gondolja, hát most mi az ember be van, a szia, az a forgatja a kormány, és nem tudják fel, nem tudod kívülről felmérni, hogy milyen 4 és 6G között autózni, megáll, vagy 3 és 6G között autózni folyamatosan. Ugye max féktávon ilyen 5-6G hatrád, a legnagyobb lassulás, kanyarban 3 3 és 4 g és az át, át, átlag helyzetben is ilyen 2 és 3G között mozogsz, tehát a gyorsulással együtt is ott vagy. És ez folyamatosan kapott. Tehát olyan szintű, mintha állandóan valami óriás Godzilla rángatna, vagy King Kong, és másfél-két órán keresztül minden irányból csavarnának, nyújtnának, miközben neked nagyon koncentráltnak, és pontosnak kell maradni. Tehát úgy kell táblánál sakkoznod, vagy egy cérnát állandóan átfűznöd a, a tűfokán, hogy közben folyamatosan valamilyen irányból mozgat, és ezt neked meg kell tartani törzsizmokból, még nyakadból, felkarból, válból, csomó minden olyan szitu van. Például azért tudom tapasztalatból, és ezt mondjuk a többiek is el tudnak mondani, akik versenyeztek bármilyen szinten komolyabban, hogy ha leülök és szimulátorozom, akkor az a különbség köztem, meg szerintem a között, aki soha nem vezetett igazi versenyautót, ahogy otthon vezeti a szimulátort, hogy én sokkal kevésbé vagyok laza a szimulátorülésben, mert elkezdem ugyanazt csinálni a testemmel, amit az autóban. Tehát úgy préselek a hasfalammal, hogyha megyek otthon a szimulátorba, ahogy a valódi autóban préselnék. Miközben, ha te nem ültél még így, nem tudod, hogy mit kell csinálnod, nincs meg ez az izommemóriád, és nem is hat, őszes és tök lazán vezet. Miközben én ugyanúgy rákészülök a kanyarra, miközben nem ér az, az erő, de pontosan végig van feszítve az egész hasfalam, amit kanyarodok, és utána lazítok egyenesbe, hogy amit a valóságban csinálok, és a kanyarban megint Megvan az a levegő, és utána levegővel, utána nem veszel levegőt. Tehát és ez, ez, ezek a reflexzerű dolgok. És csak ha ezt gondolod végig, hogy csak ezt csinálod másfél órán keresztül, hogy megfeszít, elernyezt, Megfeszít, elernyezt, Rákészül, balra, jobbra, előre. Tehát iszonyú nehéz, ez, egy, ez tudom milyen, és csak túrautóból tudom milyen, ott is durva sok esetben. Hát és akkor még De mert... messze nem olyan durva, mint formautóban. És nem beszélünk akkor arról, hogy bizony az autónak, ha ki akarják aknázni a, a tökéletes teljesítményét, akkor kanyarról kanyarra kell néha tekergetni a fékerő elosztást, meg a teljesítményt, meg stb. Hát és miközben kanyarodik, teker. Hát kanyar előtt, és ugye, kanyar előtt, tehát feszít. Ugye ez úgy néz ki menet közben, ez egy automatizmus egyébként, ha tudod, mit csinálsz, akkor ezekre nem figyelsz. Tehát ugyanúgy, ahogy beszélünk, járunk, mozgatjuk a kezünket, és nem kell elkoncentrálni, meg az egyik lábunk a másik elé tesszük, és levegőt is tudunk venni közben. Ez <laughs> szóval egyszerűen fested le, igen. De hogy ez így működik, megtanulod és működik. Tehát, hogy, hogy, nyilván van rá képességed, kialakul, csinálod, és mindent megtanulsz magadtól. Nyilván mindig az új helyzet a nehéz, amikor valami másra kell. Tehát, amikor valaki főn forma azért ott végig kell tanulni a gombokat, meg a kezelésük mutatom végig, hogy mit hova akarok, mi mikor honnan jön és rögtön reagálni nehéz de utána beívódik, és és mit tudom én, hát a fékerőt mindig kanyarból kifele van a lazítás. Ugye, ahogy megcsináltad a kanyart, és már kijöttél, és már nem kell arra figyelni, hogy az autó stabilizálódjon, vagy kitörhet a fenekem, mondjuk, hogyha nagy, túl nagy gázt adsz, ahogy egyenesbe kerültél, a következő féktel laza. Minden laza, hogyha nem vagy versenyhelyzetben, és nem éppen a másikat figyeled a tükörbe, vagy küzdesz, vagy ott megy előtted, és próbáld megelőzni. És akkor van időd arra, amit egyébként kívülről úgy néz ki, hogy, hogy a benne, hiszen mész 250, 300, 320 forma vagy 350 -e. Tök nyugi van bármit előléptesz, menüt léptesz, tudod, hogy hova viszed a következő fék, távra fékerőt, hova akarod állítani, megcsinálod, lazítasz, a kezed is lelazítod, nincs olyan feszültség, és akkor jön a következő féktáv, de oda már készen érkezel. Addig rátállítottál mindent, motor, hogy át akarod állítani a motorvezérlést, bármi más, ezek mind megvannak, és ezek automatizmus, ahogy működnek. Mindig akkor van, probléma, vagy mindig akkor van kicsi gubanc, hogyha valami váratlan történik, és arra nincs meg az előre asszarakott sorrend, hogy akkor most uh -huh. mit csinálsz, akkor keresgélni kell, akkor elvonulja a figyelmedet a normál vezetésről, akkor nyilván lassúsz. Ilyenkor van, hogy megy a kiabálás a rádióban, hogy most mit csináljak, mondjátok, mit nyomjak, és akkor a hatos menüpont négyes, tedd át bére, és akkor, akkor keresgeted, tehát az ott nehezebb, de az alap, az alap dolgok, amik reflexből mennek, azok, azok, azok tényleg automatizmusok. Na, ennyi a nagyon szakmai formányről. Mert hogy Engem az érdekel, hogy te egyáltalán hogy ismerkedtél meg a, az autósporttal, mert hogy rólad az első info az kb. az, hogy a Clio kupában versenyzel. Azt hiszem. azt az interneten... mentem először. Bocsánat, az astra A Clio kupában nyertél először. Az 2003. -én. Ott volt voltam igen. először bajnok, astra kezdtem 2002-ben. Bocsánat, de hogy az az első info? De hát odáig el kellett jönni, vé... a... jutni. Weber Gábor, az honnan indul? A autóversenyzőként az volt az első pillanatom 30 évesen az Astra kupa, média kupában és aztán te teljes mezőnyben is, de hát én honnan én tudom, 71-ben születtem, 76-ban indult Magyarországon a formányos közvetítés, és azzal együtt elindult nekem. Ez. De nem csak és az... A már ott állt el persze, a tévi előtt? Persze, persze. persze. Már, már akkor te... 78-79-es szezonok azok már olyan szinten voltak meg, hogy alig vártam az évvégi összefoglalót, mert hogy, hogy, akkor egyetlen futamot közvetítettek, egy idő után kettőt, mert nem csak osztrák nagydíj volt egy idő után, nem volt Monaco is, de ennyi volt egy évben. És csak az összefoglalóból lehetett megtudni, az hogy évvégű, évvégű, az évben mi történt? Az évvégi egy éves össze, az órás hol, végű, a... automotorsport magazinból, így van, amit Dávid Sándor vezetett aki a kommentátor is volt akkor a és nagyon sok egy 90 es évek közepéig, ugye a Lapa, a Beceneve, én így hívom őt, de a, a, nagy többség Dávid Sándorként ismeri, és, és abból tudtad meg. Tehát abból láttál más pályákat? Nem tudtál más pályáról filmet. Tehát mondjuk, nyilván, aki szerencsés volt, és tudott fogni ORF-et, vagy más csatornát, mondjuk nyugati határszélen, vagy az, az legfeljebb látott más futamokat az ORF-en, de én nem. És még nagy, ritkán Balatonon, ha Balatonon nyaraltunk, akkor a szomszédnak volt olyan antennája, hogy nagyon mákosan bejött az ORF, de hát most akkor, érted, most max. egy futamat láttam pluszba. De a 90-es évektől volt az, hogy, hogy már, már szélesebbet, vagy akár az egész szezont is közvetítette a magyar tévé. De hogy az az egy óra, nekem az decemberben az, olyan volt, mint hogy mint, mint az egész évben arra épült. Kis túlzása. Nyilván sok minden másra foglalkoztam, és nagyon sok minden más szeretek. focisztam tíz évig versenyszerűen, egy csomó minden más sportágat megpróbáltam, kipróbáltam. Mai napig űzök dolgokat, de hogy, de hogy a formáj volt mindig a főfonal, de szeretem ugyanúgy a rallit is, meg, meg, meg sportautókat, meg csomó minden mást. De hogy mindig ez volt azért a, a fő irányzat, és nagyon sokat olvastam az automotorban róla, volt akkoriban meglevő könyvek, autóversenyző, autóversenyzők és versenyautók, Almási bort. az a mai napig megvan. Már nincs még szétmenve, de hogy már azért nagyon látszik rajta, hogy ez egy Rongyos. 40 évvel Nem. ezelőtti, vagy 45 évvel ezelőtti könyv. Majdnem, úgyhogy meg, meg persze, mint Dávid Sándor első uh, évformegyesi évkönyvben, 84 84-ből, ha jól emlékszem. A annak már nincs még néhány lapja, meg a, meg a, a borítója hiányzik, tehát az szétesett, mert hát addig annyit forgattam. És akkor így az év összefoglaló egy órában viszont meg volt minden egyes futam hétvégéről mondjuk egy perc, vagy másfél perc, és akkor legalább láttam, hogy úgyis, hogy néz ki a pálya Las vagy hogy néz ki Long beach vagy hogy néz ki ban Tehát, hogy olyan dolgok, amik csak a fejemben voltak, meg, meg a pályarajzot ismertem, legalább láttam róla egy néhány foszlányt, mondjuk, hogy ott hogy néztek ki az akkori évi autók, milyen volt egy nagy előzés, mindölt el a futam. Tehát az nekem egy ilyen, az mindennek a csúcsa volt, miközben ma már vicces, mert csinálunk egy évvégi összefoglalót, mint a jövő héten veszük fel az éves M4-es összefoglalót, és gyakorlatilag mindent, amit belerakunk, azt már unásig láttál. Legfeljebb csak megnézett, hogy ó, de jó volt, tényleg ez ilyen, ó, ez volt áprilisban. De ennyi, de akkor, akkor láttam először. Amit addig esetleg írásban ismertem, mert az automotor utolsó oldalain, Dávid Sándor írt mindig egy egy-két hasábot az aktuális futamról, néha két hét csúszással, hogy mi történt, legalább onnan tudtam az eredményeket. Aha. Tehát tudtam, mi a VB állása, mi az eredmény, és nagyjából mi történt a futamon, ennyi. De, de tényleg az egy nagyon elveszett itt korszak volt, vagy én nagyon a, a fű alatt voltunk ahhoz képest, amit ma, ma megérünk. De akkor mi alapján jutottál el odáig, hogy akkor én most beülök egy autóba, egy legyen az bármilyen, és megpróbálom ezt versenyszerűen vagy hivatásszerűen űzni. Ez jött magától, tehát ez, ahogy, ahogy az autósport szeretete, úgy nyilván a kíváncsiság is ott volt benne, hogy milyen lehet versenyezni. Mindig szerettem volna autót vezetni, és azzal együtt persze szerettem volna versenyezni, és, és nyilván az első ilyen szerencsétlen programok, még a Pitstop meg volt uh, Commodore-on például, amit billentyűvel a három pixelt mozgattál balra jobbra, azt is szénnél játszottam, meg az összes többit, ami később jött, ezért kezdtem el szimulátorozni, és aztán úgyhogy mindig szerettem volna versenyezni, csak hát nyilván ez egy, ez egy nehéz. Drága sport. Nagy kihívás volt. Hát azért. Meg, most és különösen az én e, fiatal koromban, 70-es évek végén, 80-es évekről beszélsz. Hát most mondjuk, amikor szere, 89 óta van jogosítványom. Tehát ugye akkor sem volt ez olyan magától értetődő, hogy akkor hogy leszel autóversenyző. Ma sem az. Csak ma talán kicsit nagyobb rálátásod van, vagy több infót tudsz szerezni, akkor még annyi se volt. És akkor nagyon egy ilyen zárt kör volt, aki, akinek lehetősége volt, aki benne volt, nyilván ez, ez változott, emiatt lehet nekem is lehetőségem, meg sokaknak, akár, akár Kis Norbinak, akár Mihály Norbinak, aki ezen a hétvégén megy a WB címért, a világkupa bajnoki címért, ami egyébként egy világbajnokság, mert csak nem úgy hívják. Uh -huh. Úgyhogy, ja, tehát nekünk szerintem nem lett volna lehetőségünk. Ha sokkal korábban születünk, akkor mi más csinálunk, vagy nem így. Vagy nem így, és nem ezzel foglalkozunk. Tehát akkor igazából a vágy az megvolt, a lehetőségek azok így fizikai formájukban nem annyira, de akkor jött a szimulátor, ha már úgy is felfedezted magadnak, hogy képernyő előtt is lehet nyilván azt autóversenyezni. Mindig kínáltam, igen, azt mindig csináltam, igen, ezt mindig szimulátoroztam, amikor az internetkorszak beköszöntött ilyen 98 99-ben, a világban meg itthon is, akkor még betárcsázós vonal, aztán isd aztán ads és akkor mentünk tovább. De, de akkor azt nagyon gyorsan elkezdtem játszani. Ugye addig is már szimulátoroztam, csak akkor még ilyen, akkor még nem volt online, a bajnokság már nem létezett, és akkor, akkor 90-es évek végén, de akkor már felnőtt fejjel, és akkor már, akkor már újságírtam. Tehát én autós újságén elkezdtem viszonylag korán, 22 évesen elkezdtem már autós újságírni rádiós műsor csináltunk először harmad magammal a Rádió en aztán a Robins Rádióban volt élő autós műsorom Gubcsó a két éven keresztül, 95-96-ban élőben minden szerda háromtól fél ötig másfél óra adtam után meg mikrofonban beszélni, vagy élőbe beszélni. Tehát, hogy tudod, más, hogy felveszünk valamit, nem, vagy újraveszünk, veszünk, vagy kivágjuk, teljesen más az élő. És élőzni hamar megtanultam, és szerintem egyébként abban is vagyok a legjobb. Sokkal rosszabb vagyok, hogyha szó veszünk föl valamit, hogyha, meg kell játszani magam, ha nem életszerű, hanem tessék. Tehát színészkedni kell, nem vagyok jó színész, nem is akarok az lenni. És látszik is rajtam, rögtön kibújok. Tehát nem vagyok önmagam, és rosszabb leszek. Meg merre minden, és akkor ilyen mesterkéltel válik. Ez is egy adottság. De ha élő van, az nagyon, nagyon éltet. Ha így beszélgetünk, az is éltet. Tehát ha bármikor azt mondod, szerintem sokan így működnek a tévében, de sokan meg jobban szeretnek fordítva. Tehát ez is attól függ, hogy mi a, mi a belső uh, impulzus, vagy hogy működsz, mi az a belső hang, ami, ami, működtet. Én is az a típus vagyok, aki nem is szeretett, hogy ha elmegyek egy műsorba, és előtte találkozunk a résztvevőkkel, hogy egy ilyen beszélgetős műsor, akkor nem is jó előtte elkezdeni beszélgetni, jaj, mert jaj, a legjobb nem. gondolatokat ott ki még a sminkbe dobod el. Ben már nem úgy fogsz róla beszélni, hiszen már egyszer beszéltél róla, és akkor nem mondod el úgy, nem úgy csodálkozol rá. Azt szeretem, amikor ahogy jön, úgy puffan, és hogy ott kifejez magad. Ez működik, tudok sokat beszélni, viszonylag azt mondom, hogy jó, ki tudom magam fejezni, néha megakadok, néha nem, Nap, napfüggő, mert valamikor úgy kerek, hogy bármit, bármeddig darálok, mindenre találok 25 szinonimát és nem akadok bele, nem bakizok bele. Aztán van, amikor érzem, hogy nem tudom miért, mit tudom, rosszul aludtam, vagy csak olyan lábbal keltem, hogy bizonyos szavak, bizonyos hangzók, amiket nem feltétlenül mondok jól, Tudom magamról, és akkor a balkadok, és akkor azt próbálom kerülni. De hogy nyilván ilyen szempontból nem vagyok profi, abban a szempontból az vagyok, hogy tudom, hogy mit, hogy használják, hogy hol vannak a kordátőny. Amin én ámulok egyébként az, amikor közvetítések között csak így farzsebből így előveszel adatokat. Úgyhogy, úgyhogy abban hát biztos vagyok. Vannak. Azt akarom mondani, hogy az biztos vagyok, hogy nyilván van egy jegyzeted, de mondom, ennyi jegyzeted nem lehet. Nem, nem, nem. nem, nem. Tehát, hogy konkrétan emlékszel, Nyilván az evidens, hogy az adott év összes előző futamára, de hogy egy-két-három évvel ezelőtti futam, azokra a hogy... emlékezni egyébként. Ami a közelmúltban. Igen. Van. Igen, igen. Minél régebbi, annál egyszerűbb. A közelmúlt a legnehezebb. Mindig azt keverem a fejembe, mert hogy egybeérnek még a szezonok, nem váltak le, nem váltak igazán múltá. És a 17-18. 19, az így egy ilyen nagy massza. Nyilván az idén megvan, de hogy 17-18-ban az, ahol oh, a kettő közül melyik volt az, ahol ez történt, azok, mert azok még nem, tudod, még nem raktam el őket a régi fakokba, de már nincsenek az újba se ilyen átmeneti állapotban vannak, és ott keverednek. A régiek okék, okay a frissek okék, okay azt, azt, a legnehezebb előhúzni, hogy úristen, az 17-es vagy a 16-os vagy a 18-as volt. Néha így van meg. És ugye azért ne felejtsd el, hogy az én fejben benne van most azért már jó 40 év, bő 40 uh -huh. év, plusz még amit előtte visszolvastam, nem láttam, de azért rengetegszer elolvastam ismerem a régi storikat is, de azok a régben vannak, azok, azok, nem változnak, azok ugyanott vannak, előhúzom, megvan a sztori. De nem olyan élénkem, mint amit, amit már megéltem. És nyilván annak, aki mondjuk 6-8-10 éve nézi, vagy 4-5 éve nézi, hát annak tök simán frisse, minden ott a fejében arról a néhány évről, tehát ő sokkal inkább képben van up tudét hozzám képest, mint nekem, akinek 40 évet kell a fejéből rendszerezve előhúznia gyorsan, hogy ú, várjál, az hol volt, mikor volt, hol Emlékszem, ezred másodpercre köridőkre adott esetben időmérőkön, meg, meg, meg ilyenekre is, de hogy és ugye ezt tényleg csak fejből tudod előhúzni, tehát nincs az a, akármilyen gyorsan keresel, miközben beszélsz, nem tudsz de elkezdeni lehet. keresni, hogy most mit akarok keresni. Tehát már a cím címszót sem tudod jól beírni, hogy akkor konkrétan mire keresek rá, és az meglegyen, és az nehéz. Aztán van persze, hogy valamiben bizonytalan vagyok, vagy, vagy érzem, hogy nem volt meg, csak, el, csak elmondom, hogy úgy rémlik, de majd mindjárt megnézem, és akkor amíg a másik beszél, lehet, hogy rákeresek, de az X percen utána hozom meg, hogy olyan jól mondtam, nem rosszul mondtam, két éve korábban volt, vagy nem tudom, de hogy. Ezekre mindig így, így kapásból, persze nyilván fejbe lettem. Hát Egyébként nincs sok jegyzetem, tehát alapvetően négy, négy vagy öt papír van előttem. Ezt akartam kérdezni, hogy néz ki, azt tudom, egyszer elárultad még nekem. Szerintem privátban fotoztam. Hogy... Igen? Nem neked, de azt gondolom, De hogy, hogy egyszer mondtad, amikor ugye két évvel ezelőtt forgattunk, azt hiszem pont ilyenkor decemberben Igen. egy, egy szerintem nagyon vicces videót, ahol te tanítottál minket szimulátorozni, mi meg livestreameltünk veled, és azt is nagyon szerették a nézők, erre is emlékszem, és talán ott mondtad el, hogy igazából van egy live timingod az iPad-eden, és kb. ennyi. Igen, van egy live timingom az iPad-en, úgy, ahogy mondod, ez most is, most is az a fő dolog, a telefon is ott van, bekapnak, Uh -huh. Nem találom a fotót, mert töröltem már, hogy minek tartsa meg típusú játék. Tehát úgy van, hogy ki van a telefonom, még két évvel ezelőttig simán telefonról ment ez e ekkora a képernyő, most, most már közele, annyira nem jó a szemem, úgyhogy inkább az iPad-et használom, és ott van backupnak a telefon. És azon kim van középen az összes ö, ö, olyan részidő, olyan szolgáltatás, ami a pro verziójában a Lifetiming-nek az megvásárolható, egyébként bárki számára, nem egy nagy történet, a szóval 30 euró per ég, uh -huh. tehát nem hal bele az ember, és csomó érdekes adatot látsz, miközben nézed otthon. És ö, arról kommentálok, azok a, az a fő adatsorom, és azon kívül van egy papírom a pályarajzal, amire egy-két dolgot még rájegyzetelek, de a nagy, nagy, csak, az, csak, azért tudom, hogy merre megy a pályád, hogy melyik kanyar, kanyar szerint pontosan hol, mert a 16 os 16, most én azt lehet, hogy név szerint hívom azt a kanyart adott pályán, hogy meglegyen, hogy, hogy, összehozzam, hogyha valaki pont azt mondja a rádióban, akkor ja, most azértról beszél a másik szektor négyes kanyarjáról, vagy az XY nevű kanyarról, és akkor pályadatok nyilván nincs a fejem az összes pálya méterre pontos hossza, Azért azt oda leírom, mert ezt föl, el kell mondani valamikor, főleg ugye amióta én vagyok a vezető tehát alapadatok ott vannak, uh -huh. körrekord, ott van az oktáris körrekord, azt is ráírom, és akkor utána van egy nyilván egy oktáris tabellám, tehát konstruktőri és egyéni világban a kiállás, hogy hogy áll a pontverseny, ami majd vasárnap érdekes a befutó után, hogy akkor változott -e ki, mennyit, hogy merre akkor van egy érdekességekkel, ami a pályával kapcsolatos pálya adatai, hanyadik futam, hanyadik Grand Prix, mikor építették, milyen, hát, ki hányszor nyert, hány van, és akkor ez megvan egy kis papíron, de figyelj, ezt, ezt egy, a pirelli van, van egy ilyen jegyzetfizete, minden évben osztanak a pedókba az újságíróknak, az egy ekkora, Gyolyam. egy ekkora lapon. Tehát tényleg van, és egy, egy nem mondatokat képzelj el, címszavakat, uh -huh. szavakat, gyakorlatilag gondolatokat írok le magamnak, hogy tak, 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 tak hogy, hogy meglegyen, hogy milyen témaköröket érintsek, vagy mi az, amit még, hogyha kell, akkor oda vissza tudok nyúlni, hogyha nem beszéltünk, vagy egy megszakítás, vagy bármi más szünet van, akkor legyen még téma, amit földobok, és akkor szoktam magamnak még így jegyzetelni a, a hétközi érdekességeket, vagy a két futam közti fő témákat. Csapatokra bontva akár, tehát Ferrari ez, ház az, Renault az. Ha, ha, bármi történik velük, sokat vannak képernyőn, megint csak tudjam, hogy tematizálva, hogy, hogy, hogy mi az aktualitás, ami érintheti őket, mert nagyon sokszor van, hogy bent van a fejemben, hiszen minden nap foglalkozom vele, de adott esetben tök másfele visszük a beszélgetés vonalát, ketten akár ül mellettem, és lehet, hogy pont nem érintem azt a részt, miközben lehet, hogy fontos lenne, és aki otthon ül, az tudja, hogy hát, hát éten hallottam, hogy ez téma volt, most ezt miért nem érintik. Ezért ezeket csak így megint csak jegyzetszerűen ki érni, de ezek egy-egy oldalak, amik itt mellettem vannak, és innentől kezdve Nagyjából ennyi van előttem, és, és enélkül is megcsinálom közöttük. Uh -huh. És ez csak azért kell, hogy bármi van, akkor a legfontosabb dolgok felett nehogy, nehogy elsiklódjunk, mert, mert lehet, hogy valaki pont erre kíváncsi, amikor a tévé előttünk. Úristen, csak azok jutnak eszembe, hogy tényleg mennyi történés van, hogyha az utóbbi évekbe visszagondolok, és csak ilyen, ilyen nagyobbakat mondanék, ami bárki más számára értelmezhető, aki nem vágja a form egyet, vagy mikor a, a ferrari tor lelépett a, a mérnek, és átvitte a teljes specifikációk specifikációt, meg mindent a, a McLarenhez, <laughs> Például, ami egy kvázi egy game story. <laughs> Hát ez egy ipari kények vagy, kények. vagy, amikor ugye a Briátóret eltiltották, mert a... A Renault's a, a Szingapurban. Hogy, hogy a, a kis Piqué, Piqué, Juniorra hozzávágatta az autót a falhoz, hogy az Alonso megnyerje a futamot. Tehát, hogy, hogy, ezek valami egész elképesztő dolgok is, hogy ez már nem pusztán autóversenyzés, hanem ez egy külön világ amivel ö, azt akarom mondani, igen, hogy van, hogy hetente van futam, én azt szeretem, mert akkor minden hétvégén van program, de van, hogy két hetente, de neked akkor is együtt kell élned vele, amikor nincs, sőt a holt szezonban is, igen. főleg, mikor szabályváltozás van, átigazolási lehetőségek, most, hogy ugye Hülkenberg például úgy néz ki, hogy nem lesz, Na, az hát már hivatalos, biztos, a... az már biztos akkor. Tehát, meg teltház van jövő évre. Tehát, tehát, jönnek. hogy igen, tehát, hogy ilyenekkel nyilván akkor is foglalkozni kell, amikor már az évonnak egyébként meg vége van. Nyilván foglalkozom, és folyamatosan posztolok, tehát tegnap is, mint a merultasították a 2020-as Pirelliket, egy csapat, összes csapat azt mondta egy tetőleg, hogy maradjonak az idei gumik, a Pirelli hiába fejeztet a jövő azok nem lesznek annyira jók, vagy azok még annyira se jók, mint az idejek, úgyhogy maradjon az. Tehát mindig van valami. Nyilván azért karácsony körül pici terülasztori, a sztori, mert az ők is pihennek, meg karácsonyoznak, és akkor januártól megint elkezd jönni egy-két történet, és amikor jönnek az autó bemutatók, így január közepe vége fele, és aztán februárban folyamatosan az első tesz napig, addig, akkor én felpörök. De addigra már hiányzik is. Tehát, hogy jó az a néhány hét szünet, amikor azt mondom, hogy nem kell napi szinten ezen megfeszülni, mert csak másnap nézek rá, a sztorikra, akkor se csúsztam le semmiről. Aztán van olyan időszak, amikor viszont, hogyha kihagysz egy fél napot, akkor is durva. Vagy volt olyan, hogy nagy bejelentés úgy jött a nyáron, hogy épp nyaralni voltam, és még mit tudom, délután négykor megnéztem, amikor visszajöttünk a strandról, vagy ötkor semmi nem volt, elmentünk vacizni. És egyszer csak vegy tudom valamelyik Red bull -os. talán a Ricardo, meneszte. igen, a Ricardo átszerződése az olyan, sem derült égből csapás volt tavaly, hogy, hogy tudom, nem is tudtam megfogni, mondom, úristen, ezt pont, mit mondom, ezt hogy hozzák most ki augusztus elején, amikor mindenki nyaralni van, ekkora baromságot, este tízkor jött ki ráadás, úgy emlékszem. Tehát vannak ilyenek, hogy, hogy ma már tök nehéz, mert mindig valaki épp ott van a net és ha kikerül ki valami hír, akkor valaki már meg is osztja, és akkor már nem tudom, hogy legelső, nyilván nem nem akarok, tehát vannak újságírók, akik ilyen, önkéntes egy személyes hírcsatornát akarnak játszani, ezt mindig megmosolygom, már ne hülyeskedjünk már. Hát, nem már. lehet, ez az, az sok ember munkája. Egy, egyrészt meg, hát most te is valahonnan veszed a hírt, én inkább kommentálni szeretem. Tehát az van, hogyha kirakok valamit, lehet, hogy egy nap sem, mert úgy van rá időm, mert minden más csinálok, sok minden más csinálok mellette, nem csak ezt. Egyszer nincs rá időm, meg családom is van, és nem akarok tőlük se elrabolni sokszor időt, amikor végre megtehetem, hogy velük vagyok, és nem, nem, hét, minden hétvégét bent töltök a tévébe, vagy a legtöbbet. És egyszerűen nem van, hogy úgy vagyok felem, majd jó lesz. Figyelj, aki engem követ, az két nap múlva is érdekli, hogy mit gondolok róla. Aki meg azért követ, hogy tőlem hallja meg a hírt, az ne kövesse. Az nem. Mert az, az akkor fizessen elő valamelyik, valamelyik, olyan hírportára, ahol ez lejön. Mondjuk angol nyelven például leginkább, mert igaz az elsődleges forrás legtöbbször. De ilyen szempontból most is dolgozom tök más. De hogy, de hogy én szeretem, szeretem a saját véleményi madaraknél, néha csak egy-egy mondatban, vagy kettő-háromban ilyen magasan, nem is szeretik mindig, mert ott azért szeretem leírni, amit első gondolok, amit néha bántó, a legtöbbeknek, főleg a szurkolói vénával tud. Ha uh -huh. valaki ellen mondok, vagy valakiről mondok negatívet, akkor rögtön mindenki Azt tudom, ha valaki a, ellen, a akkor szüleit szívnál, vagy saját magát. Ha valaki mellett akkor, mellett, akkor meg biztos imádom. Persze, igen, igen. És nem, f... tudsz itt okos lenni. Tehát <coughs> Itt, akkor tudsz okos lenni, ha nem csinálsz semmit. De ha nem csinálsz semmit, akkor hülye vagy. Miért nem szólsz hozzá, hiszen biztos azért nem szólsz hozzá, mert nem értesz hozzá. Ha valamit meg akarsz osztani, akkor csak okoskodsz, ha erről beszélsz, akkor annak drukkolsz, ha akkor ellened drukkolsz, nem szereted, itt nem tudsz, nem tudsz jól megnyilvánulni. Jaj. Épített autókról menjünk vissza csak azért a, az Asztrához, meg a clio hogy mesélj arról, hogy milyen volt, amikor versenyeztél a pályán. Mert hogy ugye Forma 1-nél a nulláról építenek különböző specifikációk alapján autót, de segíts nekem, lehet, hogy én rosszul látom, de amikor van mondjuk egy Astra kupa, vagy egy Clio kupa, ott az autó az adott, és abból az istálló még a lehető legtöbbet megpróbálja kihozni. Jól e, gondolom? igen, ott, van, ott fixek az autók, és egyformák az autók, ott a beállításokkal tudsz játszani igen. leginkább, és nyilván azt a kupa, aztán Clio kupa, aztán Seat, Leon kupa, aztán Seat Leon Európa kupa, és akkor utána a VTCC-ben mentem BMW-vel, de mentem hosszú távon másmilyen BMW-vel is. E, ilyen szempontból egyébként, ahogy mész fel, azért annyi, a, úgy lesznek az autók egyre egyre kifinomultabbak, meg egyre több variációs változtatási lehetőséged van vele, egy egyre több dologgal tudsz játszani, és egyre inkább el tudsz választani beállítást, beállítást, vagy ránézésre két egyforma autó, két nagyon különböző autó tud lenni vezethetőség szempontjából, uh -huh. de hát ez erről szól, hogy magad is, és kihoz belőle neked legjobbat. De nyilván az asztrán ez egy nagyon alap volt, ott tudtál játszani, meg kicsit futom összetartással, széttartással, erről aztán nagyjából körülbelül ennyi még apró ö, finomságokat leszámítva, ott inkább a szerencsém múlt, hogy gyári szórásban mi, hogy jött ki neked, meg mennyire volt jó a motor, mennyire volt felújítva, de hogy igazából ott tényleg az, az volt, hogy mit tudsz te csinálni a vezetőülésben, és hogy tudsz bánni azzal. Aztán, hogy mentünk előre, úgy, ahogy a, egyre jobban egyre több dologba bele tudtál nyúlni, egyre inkább lett azért ö, komolyabb jelentőség annak, hogy mit tudsz ebből elmélet Ben arról, hogy az autó valamit lehet csinálni, és a Nyilván kell az egy mérnök is, meg egy jó szerelő csapat, de nem árt, a te tisztában vagy vele. Te, te úgy üsz be, hogy. <coughs> úgy üzbe, be, hogy. Nem tudom, én nem halkítottam ne? Úgy üzbe, be, hogy, hogy majd én gyorsan megyek körbe-körbe, úgy is lehet, de hogyha nem érted, hogy mi történik elméleti síkon, és hogy mit, mitől lehetnél még gyorsabb, vagy mitől vagy lassú, vagy hogy ahol lassabb, vagy a többieknél ott az miért van, akkor, akkor verve vagy. Ezt ö, versenyzés közben szedted magadra, Ö, már gyakorlatban, vagy vo volt valami előképzettséged ehhez? Nem, hát az, hogy autós újságírtam, azért sokat hozzá tett, addig nagyon sok versenypályát láttam, még hogyha utcai autóval is, vagy erősebb utcai autóval, sok mérnökkel beszélgettem, ha nem is versenyzésre, de adott esetben régi versenyzőkkel, Walterről erről többször találkoztam, szerencsém volt menette végvacsorázni többször egy vacsorasztalnál, és azért végbeszélgetünk. Nyilván nem adját a tudását, de sok olyan apróságot tudsz, kiszedni, ami ha jól raktározol, akkor utána előjön később. És, és nyilván sok könyvet elolvastam, vezetéstechnikai könyvet, valamit kifejezetten úgy szereztem meg Amerikából. Tehát hogy azért utána mentem olyan finomságoknak, amit, amit nem biztos, hogy itthonról megteszel, ha elkezdesz autóversenyezni. Tehát így azért megpróbáltam összeszedni a lehető legtöbbet erről. Megnyilván sokat szimulátoroztam, azzal megint csak képeztem magam az autóbeállítások szintjén, az a, a, a saját vezetési technikám szempontjából. Még mindig nem a valóság, de azért sokat segített. Amikor oda kerültem a pályára, akkor nagyon sok dolog nagyon-nagyon ismerős volt. Egyszerűen azért, mert már megéltem a szimulátoron. És akkor utána könnyebben, gyorsabban tanultam, gyorsabban összeraktam, piszok gyorsan tanulok pályát, mint a versenyzők egyébként általában. Uh -huh. És innentől kezdve nyilván az, hogy már ismertem, mit tudom, hogy fejből 60-80 vagy 100 pályát szimulátorról utána az életben megjárt 25-26 pályám a valóságban, sokkal könnyebben összeállt, nyilván egy részükön mentem is. Nem, minden pálya más élőben, mint szimulátoron. De azért egy 80%-ról könnyebb elkezdeni, mint nullára. Na ezt akarom kérdezni, hogy akkor az nem ilyen marketing fogás, amikor mondjuk kijön egy ilyen hír, emlékszem talán a Hamilton mondta, hogy a, hogy azt hiszem, hogy amikor kicsi volt, akkor mindig a Rijkenent választotta a pilótának, és hogy, és hogy azzal ment körbe-körbe a pályákon, és akkor most is, amikor Szerintem nem a tudom... Schumachert. Szerintem, Szerintem valaki, de az a lényeg, hogy, hogy, valamikor kijött egy ilyen hír, nem annyira régen. Hamiltonról hogy mondta, hogy igen, igen, és akkor nem tudom, F1 2020 ba vagy 19 be párszor azért végig ment ott is a playstation on a pályán, hogy ez is játszanak. Te ők két? játszanak, Te first meg a Norris játszanak nagyon hardcore szimulátorosok, tehát ők, ők egy csapatban játszanak, GT-be például új komolyan. Tehát ők, 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 a mai napig nyomják a valós versenyzés mellett, ott vannak online is. És a régiek közül is mondta, például sokat játszott. Tehát azzal a játékkal, a Grand Prix Legends, amivel én világban voltam 2001-ben, az, az, akkor egy nagyon, az volt az első igazi nagy játék online aminek már nagyon jó volt a fizikája, és lehetett vele egymással komolyan játszani. A montójájék a fél indikár pedok meg a Formula 1 közül is sokan próbálták, mentek vele, játszottak vele akkor online. Csak akkor még nem volt akkor a divat, mint most. És akkor meglátták, hogy Weber Gábor világbajnok, hmm. tessék, itt egy szerződés. Nem, az, az teljesen más. Az ne, az is. független? Á, Semmi köze nem volt. Azért Hát de bosszus, de a, a Norbi is mondta, te is mondod most, hogy nyilván, <coughs> és ezt tudjuk, mármint hogy a kis Norbi, de a Mihály Sznorbiról <coughs> is tudjuk, meg rólad is tudjuk akkor most már, hogy azért a szimulátorban összeszedett tudás az nyilván valamilyen szinten leképezhető a fizikai világban lévő pályára és az autóvezetésre. Ö, igen, de hogy ezt 2000, mondjuk amikor én 20 éve elkezdtem szimulátorozni komolyan online, és, az, és 18 éve, amikor megnyertem a VB-t, akkor ezt mindenki megmosolyogta. Ma már nem. Ma már, ez egy, ma már egy csomó embernek ez megélhetés, vagy a legjobbaknak, de hogy akkor még jaj, ugye, mert hát én amikor először beültem az asztrába, akkor még enter gombot ragasztottak viccből a szerelők a kormány közepemre. Mert azt hitték, hogy enter, van enter gomba a szimulátoron. Tehát, hogy a, én is én röhögtem rajta, mert nyilván, amikor valamit nem, nem tudsz felmérni, akkor még jó vicceset, hát akkor bóckodjanak. Nyilván az első futam, ami egyikén volt, aztán utána senki nem nevetett, amikor a bajnok voltam. De hogy, de hogy na, tehát te is nevetsz ajta. Én röhögtem. Ugyanígy. Csak, na látod, nem vették komolyan, és az ott eltett 20 év, erről is szól a könyv. Aha. És szimulátor nélkül nem működik Form 1 csapata. Nincs jó szimulátorod, saját magad által épített teljesen profi modellezésű szimulátorod, akkor, akkor verve vagy. Mert annélkül ma már nem lehet autót fejleszteni, és, és, beállításokat jól megtalálni. És ugyanez a helyzet, hogyha ha ha te komolyan szimulátorozod a világszinten, akkor valószínűleg van olyan tudásod, amit azért át lehet menteni a valóságba, hogy élőben is működne nagyobb részt, kivéve a félelemfaktor, amit nem tudsz szimulálni, de azért ott megvan, amikor beülsz egy verseny utóba, főleg a gyorsba. Volt már szerencséd valamelyik istálónak ilyen dolgát megnézni? Hmm. Test közelből? Vagy az annyira szimulátor? Mondjuk... Nem. nem. de a régi szimulátoros ismeretségeim miatt, mint tenni, én ilyen, olyan szempontból ősküvő lett vagyok, hogy mint az első generációs szimulát, online szimulátoros voltam, és ö, ugye akkor teljes első tízbe voltam, még a, a, az előtti évben is, amikor a vb t megnyertem, de akkor abban a két-három évben végig, mielőtt elkezdtem valósan versenyezni, és akkor abban is hagytam gyakorlatilag a szimulatorizást, mert mindenre együtt nem volt időm. Akkor uh -huh. kezdtem a közvetítésekbe is bekerülni, valóságban is elkezdtem versenyezni, megszületett a lányom, és úgy egyszerűen már mindenre nem volt időm mai napig is néha játszom, néha többet, néha kevesebbet, általában inkább téren, amikor volt szezon van, de hogy így ne, nem, tudnék annyit menni. Tehát ez napi szintű több órás gyakorlás volt, hogy, hogy toppon legyél. Mint minden sportágban így van. Bármit játszol, ha lövöldöző se játszol, bármivel, ha nem játszol, egy hetet kihagysz, véged lesz. Igen. És, és az, az ilyen szempontból egyébként azért volt nehéz, mert hogyha, hogyha azt felismered, hogy ez jól megy, és, és, lehetne belőled valami, akkor még inkább nehez, nehéz úgy oda kerül, vagy úgy elhessegetni a gondolatot, hogy basszus, ezt csinálhatnám élőben is. Vagy, na akkor volt óriás szerencsém, hogy autós újságíróként, az automotor külsőseként kaptam egy lehetőséget, független attól, hogy én címet nyertem online, mert ezt szerintem az engőzőlő nem is tudta, hanem az automotornak ajánlott egy autót, és a Szabó Robi az automotor főszerkesztője a mai napig, azt mondta, hogy figyelj, hát ki nálunk, ha nem te akkor menjél. Astra Kupa, egy kis bohózkodás, újságíróknak majd 25. helyen bejössz, de ha megleheted a többi újságírót, milyen jó. Milyen jó. Na, és akkor bementem, és 5. lettem abszolút év évvégén, <laughs> és ott az, az, az <laughs> élmezőnyet csatáztam. És az egy, az egy, nagy felismerés volt nekem is, amikor azt gondoltam, hogy nem van ott 30 autó, de jó lenne benne lenni legalább az első 15-be, vagy valahogy a 15-nél nem kiebb lógni, és akkor az első hétvégén a második futamom szakadó elsőben második helyen végeztem, úgyhogy először mentem szakadó elsőben a pályán, akkor úgy éreztem, hogy lehet, hogy nem a 15-öt kéne megcéloznom, és akkor... de mindig mindenen így voltam utána, amikor kimentünk az elbére, re ugyanez volt, és mentünk fölfelé, tehát hogy igazából mindig magas a cél, legfeljebb leverem a lécet, vagy hogy nem sikerül elérnem, de hogy de hogy nem szeretek egy, megragadni egy szinten, hogy legyen még 50 kupám nem érdekel, nem a kupák miatt csinálom, van otthon elég, mindig egy magasabb szint érdekel, mindig az, hogy hol a, hol a határaim, és azt próbálom feszegetni, mindig maximalista vagyok ebben a szempontból, és sokan félreismernek, de ez ennek szól. Uh -huh. hát, hogyha azért nem indulok magyar bajnokságba, és azért nem indulok olyan sorozatokba, ahol úgy gondolom, hogy simán nyernék, mert nem kihívás. Ott uh -huh. szeretek menni, ahol kihívás van, és inkább vagyok tizedik valahol, és utána rágom a kefét, hogy miért mentem ebbe így bele, vagy miért nem máshogy csináltuk az évet, mert, mert így jött ki, úgy jött ki, nem volt elég alkatrész. Tehát az inkább kihívás, mint hogy hú, hol lehetne, úgy oda nevezni, a Tuti bajnok, vagyok, és akkor már 49-es magyar bajnok lehetnék. Ú, de, hát ezt marhára nem akarják. Sokan ezért csinálják, meg így csinálják. Engem ez nem érdekel. Uh -huh. A félelem faktort azért megemlítetted is, erről a Norbi is, kis Norbi is beszélt. Az, az igen, mikor? elég tökös gyerek. Tökös gyerek, de nagyon őszinte Mint az ahogy a pillanat. Én is persze. <laughs> de az egy nagyon őszinte pillanat Egyébként szerintem egyikünk sem. Nem akarok szabadba vágni, de szerintem, aki komoly szinten autóversenyzik, az, az abba senkiben nincs olyan típusú félelem, amit utcai emberként félelemnek gondolsz. Azt gondolom. Viszont mindenkiben van egy jó önkontroll. Mert ha tök hülye vagy, akkor elsőként törsz autót, sok se fogod befejezni. Tehát kell egyfajta visszatartó erő, amit hívhatunk félelemnek, inkább csak a határok ismerése. Tehát, hogy tudd, hogy mi a száz meddig mehetsz el 99,9-ig, és hogy ne esj át rajtam, mert ez nagyon fájni fog. Meg az autót is összetöröd, és akkor nincs versenybefejezés. De hogy ezt, ezt viszont nagyon simán megközelítjük. És hogy ez nem is érdekes senkit. Egy átlag sofőr már 80, a 80-tól fölfele már elkezd nagyon remegni, nem is biztos, hogy 90-ig elengedi. Mi simán elmegyünk 99-ig, ez igaz mindenkire. Rallisra, rall, rallycrossosra, túrautosra, formautosra, magyarra, külföldire. Csak ebből kevesen vagyunk, vagy nincsenek olyan sokan, de ez, és az a kérdés, hogy te mennyire tudsz közel kerülni ez a határmesdjehez, és ott milyen közel tudod tartani, meddig, milyen hiva százalékkal, ez dönt a jó, meg a nagyon jó között. Hát csak most arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy azért ez a fajta szóval önkontroll... mit mondta a kis Norbi? <höhem> kíváncsi vagyok. Nem, hát mondta, és most, ja, most én nem akarok a saját műsoromba beégni. Most pontos példára nem ér. emlékszem, igen, de jó, pontos példára nem emlékszem, de hogy, de hogy volt egy vala, azt hiszem, hogy talán még kamionos kicsúszása, és mondta, hogy utána azért nyilván át kellett értékelni dolgokat, és hogy azt akarom kérdezni, hogy mi a, mi a durvább, amikor azt látod, hogy melletted elszáll valaki, vagy ha csak kicsit is, de mondjuk te kocansz. Figyelj, egyik se. A mellettem elszállás, hogyha durva, egy, nagy, egy durva esetre emlékszem. Emlékszel, az beleég az agyban. Mellettem nem? elszállásról, Brandshead sem, föl is van a YouTube-on, ha valaki rákeres, 2009 Brenz szátlan szállatlan Eurocup második futam, vasárnap, talán július volt. Ez, ez 2010, bocs, 2010. Aha. Az az Európa bajnoki éve. És euh, akkor úgy elszállt a portugál srác, hogy az utolsó szektorában a pályának olyan hülyén lökték meg, hogy Kereszbe kiforgatták nagy tempónál, és ilyen uh, elég hülye szögbe találtál a, a korlátot, és tudni kell, rendszecs kicsit olyan, mint Nürburgring, hogy korlát mögött erdő. Aha. Uh. És úgy találta a korlátot, hogy letapadt az orra, és a letapadó orr át, átdobta a lendületből a fenekét, átrepült a korlát fölött, minden sportbíró lefe lefekült, mert fölöttük repült el az autó, fölrepült ilyen 3-4 méter magasra a fák közé, eltalált egy fát, és fejjel lefele visszaesett Jézusa. az erdőbe. Semmi baj nem lett. De ez az órom előtt történt. Tehát fordított rajtrácsos futam volt, oda, nem tudom, a nyolcadikról, vagy honnan indultam, vagy kilencedikről, és a mezőnyben rögdösöltünk első kör volt, vagy második. És előttem egy sorra, vagy kettővel láttam a támasztást, láttam az egészet lassított felvételen történni. Hárman egymás mellett meg, a kárvájót megfordítják, elkezd sodródni, és látom, hogy elindul keresztbe, Látom, hogy becsapódik, és ettől az egész mezőny ugyanezt éli át, előttem is, mögöttem is, mindenki egy picit elkezdi elvenni a gázt, és nézi, hogy úristen, és nézel föl, hogy repül a fakoron a magasságba, és repül vissza, és tudod, mi a következő reakció? De ezt azért ismerem be, mert nem akarok hazudni. Visszaléptem a gázra, mert az jutott eszembe, a többiek még nézelődnek, két helyet biztos nyerek. És velem együtt még öt ember ugyanígy visszalépett a gázra, miközben az még repült a levegőben. Aha. Mert a következő kanyarban már sárga zászló és SC-tábla, és Igen. minden, és ott megállsz, és az a, az a vége. És az is lett a végeredmény, mert nem indították újra a futamot, mert mindent újra kellett építeni, a korlátot a. a... Senkinek nem lett semmi baja de az egy olyan jelenet volt, mondom, ha megnézed a Youtube-on, vagy ha utólag belinkered, brutális esés volt, élő volt Júrosporton, és tényleg olyan volt, hogy ilyen azt a minden itt átva marad a szád, még az autóban ülve is. Uh -huh. Ez megmaradt, nyilván a saját balesetem a másik, ami megmaradt másokból, azt nem láttam, csak tudtam, hogy mi történik. 2008-ban az első nyitó futam <kül> szakadó első áprilisba, és Norbival, kis Norbival rajtottunk egymás mellől, Mihály is volt mögöttünk harmadik, én lerajtottam a Norbit, elfordultunk egy iskán, kettes kanyar, és a négyesben menet a menszebe menet kívülről túl fordultam, mert e, próbáltam még, e, vizen egy picit szagatott szélesebben kanyarodsz, vagy szögletesebben, mert elkerülöd a a felgumizott éveket, tehát mellette fordulsz a, a mert a, Tehát a felgumizott az a jó időben a legjobb, Igen, vizenem, nem szóval csúszik, csúszik, mert összetömörödik a felgumizott éven a, a, gumi, a porusai, az aszfalt porusai között, és az megtartja a vizet, és mosódik ki belőle ez az olajfilm is, és, és ettől jobban csúszik, ezért mellette kell menned. És túlságosan szélesen fortam, rákerült a hátsó kerekem a fehér felfestésre, ami megint csak csúszik, és keresztbe álltam, nem, nem, forogtam meg, mert elkaptam, ez volt a baj utólag, hogy elkaptam, hagytam volna kiforogni, tehát nem akarsz megforogni soha, ez egy autóversenyző reflex, és én alakba 90 fokba csúsztam oldalra. Tehát elkaptam, de nem, 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 állt irányba az autó, nem csúszott, 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 és megálltam pont a mezőny előtt. És az első négy sor az szétrebbent, és az ötödik vagy a hatodik sorban a Bárkovics már nem látott, hogy rebbentek előtt a igen, 110-zel, tehát a 110 volt a becsapódási megnéztük és 110 -e bejött rajtam, tehát az ajtómon keresztül ide, ide jött be az ajtó, ahol ültem, és eltolt mindent, ide begörbült, banál lett az egész kaszniból, kiütött 8 percre káó voltam, a tehát elvesztettem az de. eszméletem. Az egy komoly baj eset volt, és a bazot a nem láttam jönni, mert nem tudtam oldalra fordulni, csak tudtam, hogy. Tehát mindent tudtam. Olyan, mint hogyha kimennél a strádára, lefeküdnél, és tudod, hogy három másodpercen belül valaki elgázol. És tudtam, hogy keresztbe csúszok, minden meg volt, és számoltam vissza, hogy mikor jön az ütés, mikor, bum, és a következő az, hogy a pályakorázba fölébresztenek, tehát magamhoz térek. Uh -huh. És a kettő közt egy ilyen álomszerű lebegés, hogy motorzaj, meg... Fú. De ez nem maradt meg, kicsit se bennem. Aha. De így a, a csattanások az olyan megvan persze, meg amikor jobban eltalálnak, meg az órom előtt mennek össze. Tehát azokat megszokod, azokat annyira megszokod, hogy nem számít, mint ahogy a, a, a háborúban is egy idő után már gépuskaropogás nem, nem zavarja a katonát. Ugyanezt, tehát, hogy engem egy, egy utcai baleset, mindenki megijed meg, amikor csattan, akkor óriási a pánik, meg a stressz mert hogy mindenki megérde az összetörő zajától, meg pusztán csak a to tompa puffanástól, hogy csattan az autó karosszéria uh -huh. Ez a túrautózó, ezt úgy megszokott, hogy ez, fele, olyan, mint a te, teáskannát odarakod, és fütyül jó. semmi, ez ezzel Isten. Na most csak a laikusok kedvéért mondtad, hogy ilyen lassított felvételben láttad a, balesetet, hogy ugye én néha elmegyek gokartozni barátokkal, de már a gokartnál is megvan ez. Ha pedig az nem megy gyorsabban, amit tudom én, 60-70-nél szerintem a, agokart, gokart. De hogy beülsz, és benne vagy egy, ilyen, benne vagy egy ilyen 15 perces sessionbe, és kiszállsz a gokartból, és így körülötted így lassan megy a világ. Mm. De hogy benne vagy, az nem tűnik gyorsnak, az a normál. Az a durva, és utána kiszállsz, és így embereket látsz kb. így menni, meg úgy beszélni, meg stb. És így vissza kell, hogy álljon az agyad. Ez akkor nagyba is megvan, csak még jobban? Igen, más, hogy az agyad által valóban gyorsabb, több információt dolgozol fel adott idő alatt. Tehát, hogy valóban azt érzed, hogy lelassul az idő, és a század másodperceket máshogy elkezded, máshogy érzékelni. Sokkal, mint a befűznél egy, egy, egy ahogy a mit tudom én, felbontás is változott a filmeknek, meg hogy hány másodperceként hány kocka, ugyanez. Tehát Aha. elkezd több kocka működni a fejedben per másodperc, mint normál esetben. És, és sokkal több dolgot tudsz tisztán átlátva vagy cselekedni, vagy te úgy érzed, hogy még ezt is, még az is végfut a fejeden, még azt is megcsinálod, és akkor még erre is, és közben 1,2 másodperc telt el, és te gondoltál adott esetben 10 másodpercnyi gondolatot, de ez mind annyi idő alatt megvan. Tehát annyira felgyorsul az egész sztori benned, hogy valóban ez van, ilyen, utána olyan lassúnak tűnik minden, uh -huh. vagy, vagy, vagy az a rész olyan, mintha lassítottba látnád, miközben az idő nem áll meg. Csak az agyad, agyad vere át, mert Igen, más, Igen. Más, hogy dolgozza fel az információkat. És ez nyilván nagyon fontos, mert egyébként az autóversenyzők meg, a, meg az átlag vezető közti különbség az a, egyébként az információ feldolgozás sebességében van. Sokkal hamarabb reagál. Tehát mi hamarabb tudjuk, mi fog történni, és hamarabb reagálunk rá. Nyilván ez, ez részben már tapasztalat is, hogy tudod, hogy miből mi következik, és abból a köből mi lehet, hogy indul az autó, és a mozgásból is tudod, hogy az mennyi idő alatt mivé fajul, mikor menthetetlen már a megcsúszás. Azért tudtam például, hogy nem tudom megmenteni a csúszást a balesetemnél. Mert éreztem, hogy mi az a szög, amin túl vagyok, és onnan már se forogni nem fogok, se semmi, oldalt maradok. És, és, ez ugyanez, hogy olyan gyorsan dolgozunk fel, és választunk ki, hogy azért fogjuk hamarabb megcsinálni, és azért tudnunk gyorsabbnak reakcióban, nem azért, mert a reflexünk jobb, a reflexünk is jó egyébként, mert voltunk ilyen vizsgálaton Norbiékkal nor is, akár Aha, mással is, és, az és kötelezi, jobb az átlag reflexünk, de hogy azért is van ez, mert hogy sokkal hamarabb kiválasztjuk a, a jó megoldást az adott szituációról, hamarabb elemzünk, gyorsabban választunk, és hamarabb meglesz a jó megoldást. Tehát amikor te adjad még a megoldást keres, az én már tudja a megoldást, és ki is adta a parancsot, és én már mozdulok. De uh -huh. még csak két tized másodperce később mozdulsz, de addigra már késő. Aha. Ezért kell kisebbet, kevesebbet korrigálni, én már tudom, hogy mikor indul, és akkor egy pici mozdulattal még el sem indult az autó, amire te belenyúlsz, már lehet, hogy nem is tudod megfogni. Igen, Tud, igen, hogy ez, igen. ez a különbség, ha ezt ilyen tudományosan akarod vizsgálni vagy agyi szempontból nézed, akkor ez, tehát ez a vele dolgok, meg a tanú dolgok összessége egybe, amiből ez egy iszonyatos előnyé válik a pályán. Aha. Na és akkor még a laikusok számára csak egy picit, arra a jelentésedre visszakanyarodnék, hogy, né, hogy né, sokan nem is tudják, hogy milyen fizikai igénybevétel az autóversenyzés. Megint csak azt mondom, menjenek el egy mezei gokartra, és 15 perc és utána úgy fognak kiszállni, <laughs> hogy... egyébként a gokárt nagyon, nagyon, nagyon fizikális. más, Máshogy fizikális a gokárt, mint, a, mint egy formautó, vagy egy autó, Miután egész testből vezeted, az olyan, mint a motoroznál kicsit. Tehát ott mindened mozog, ott súlypont áthelyezel, együtt élsz az egész. Egy formautóban sokkal jobban az autó része vagy. A gokártban te magad vagy szinte az egyik elem. A formautóban azért az autó maga az elem, te meg csak a része vagy. És ugyanez van a autóban is. Uh -huh. Tehát, hogy érzed a mozgásokat, de máshogy kapod az erőket, viszont viszont nagyobbak az erők. Tehát a gokádban elcsúszik a gokád egy ponton túl, és Persze. a, a karod dolgozik, a nyakad dolgozik, a vállad dolgozik, de hogy meg a hasizmod dolgozik, de azért alapvetően nem tudsz egy ponton több oldalerőt átvinni, vagy fékezéssel átvinni még egy, egy, szárnyakkal rendelkező formautóban, vagy egy jó túrautóban, vagy egy jó sport, egy GT autóba sokkal brutálisabban adnak ezek Igen, át. csak ugye sokaknak nem ö, is adatik meg, hogy beüljenek egy ilyen ja, autóba, és, és hogyha nem, nem tudja az ember elképzelni azt, hogy milyen egy olyan gyorsulás, ami nem egy szem, vagy egy, nem, az, nem, csak a gyorsulás, az talán a legkönnyebb elképzelni, hogy így az ülésben, hanem mondjuk kanyarodás közben, milyen gék hatnak, Bocsánat, közben oldalverők. dolgozom, és mondd, mond. csak ennyi. Tehát akkor arra tökéletes a gokart, hogy amikor csapatod, és azt mondod, hogy oké, okay, 40-nel, 50-nel megy csak a gokart, de ez a kanyar vehető 40-nel, 50-nel, és nem veszed el, és kapaszkodsz, és feszül mindened, és megcsinálod ezt 8-10-szer egymás utána, utána lehet érezni talán azt, hogy ez azért fizikálisan egy eléggé... Az ügyítő. azt nem mondom, hogy én nem voltam már úgy gokártban, vagy úgy gokártozni. Ugye ja, mentem már sokat versenygokártal is, akár váltós a külföldön is. Az volt váltós? Volt váltós a, igen, ott van a kormány. Meg a kormány szekvenciális, a... föl lesz Az durva megy, akkor félkézzel vezetsz, mert végigváltogatnod kell. És, öh, vagy mentem például a Trulinak a VBS gokártyával kint Svájcban. Szóval az más, az már durva. Tehát a bérgokárt, meg, meg, egy igen, valódi igen. ott azért van egy nagyon komoly minőségi ugrás tempóban mindenben, meg fizikálitásba is. De hogy ott igazából azt érzed meg, hogy azért te mennyire sérülékeny vagy. A földön ülsz, mész 130 140-et, iszonyú gyors, nagyon sok, gyorsan-gyorsan, gyorsan forog, gyorsan megforogsz vele, és gyakorlatilag ülsz négy ekkora keréken, meg ennyire a föltől, és ott azért, ha hibázol, ott azért, ott azért gyorsan azt hiszed, hogy úristen, én repülök azt, neki mindjárt itt ennek a gumifalnak vagy valaminek. Tehát, hogy ott azért már jön egy ilyen félelemérzet jobban, mint egy bérgokádba, és akkor ugyanezt meg még inkább, amikor beülsz egy iszonyú gyors formautóba, vagy mm. még egy túrautóba is megjön, hiába zárt kaszni vagy. Tehát mondjuk, aki ment a pályán, nordschleife mondjuk, vagy spába, akár túrautó, a bármilyen kategóriában, azért azért tudja, hogy miért, amikor az ember felé volt az abszem, miközben nem vagyok félős, de hogy tudod, amikor úgy elkezdett tisztelni a pályát, hogy hú, hú, itt még várjunk két kört, amíg itt elmegyünk padlón, mert inkább óvatosan, mert ha nem jön ki, akkor viszont akkor nagyon brutális. Te a mentél life Mentem, sokat szerencsére. Nekem, nekem, az egyik kedvencem az, az autós játékokban, de hát, hogyha valóságban nézzük, annak a pályának legalább a, a felén az aszfalt az az ilyen úristen. Hát figyelj, ez egy 20-as években épült pálya, mai napig e, e, itt ott az újítgatják, de az egyik legnagyobb klasszikus az autósportnak, óriás kilomiter. kihívás. 25,4 a, a 24 es verseny pályája, amúgy 20,8 maga 20 ,8. a North és abban még a Grand Prix kört is belerakják. Úristen. De bent az erdőben mész fák között, biztonság az olyan, tehát minden évben meghal valaki, vagy motoros, vagy autós, vagy akár többen is, hogyha úgy van. Nyilván nagyon sok verseny, sokan mennek, tehát ez nem annyira, Nekem nem olyan életveszélyes pálya, de hogyha tempót mész, határon mész, akkor lehet úgy bukni, vagy lehet olyan technikai problémán, amiből nagyon szerencsétlenül jössz ki, akkor a fák közt végzel. Aha. Na, figyelj, eddig beszélgettünk a motorsportról, Jó. de mit csinál még Weber Gábor, amikor nem ezzel foglalkozik? Azt mondtad, hogy sok mindennel foglalkozol, focisztál is, amit én nem tudtam. Uh -huh. Uh, mit be Fradiba egy fél évet. <laughs> Ezért meg is sokan nem szeretnek, majd sokan így. <laughs> majd a újpest szurkolók ah. nem szeretnek a kommentek között. Blasz egybe játszottam utána. Tíz évig nagyon szerettem, majd napig szerettem, tegnap is focizni voltam, most már így azért 48 évesen néha hogy megérzi a lábam, vagy egy-két alkatrészem meg azért próbálom intenzíven csinálni, nem ilyen totyogósan teremben, úgyhogy nézd, nagyon szeretem, de nagyon sok minden mást is szeretek. De a foci az egyik az ilyen, ha sportokat veszünk, ami nem autósport, hanem labdajáték, uh -huh. akkor a foci mindenképp és nagyon összetett sportágnak tartom. Tehát sok sokaknak rossz véleményem van róla, de szerintem elképesztő komoly koordinációs érzékkel hozzá, minden szempontból fizikalitás, dinamizmus, tehát csomó olyan dolgot szerintem iszonyatosan fejlesztem, ami egyébként ugye a testednek kell. Nyilván rugásokat leszámítva, amit kapsz menet közben. De teniszeztem is, ötusáztam, snookereztem tíz évig versenyszerűen, az megint csak egy wow. olyan dolog, amit kevesen tudnak. Ezt akarom mondani, fogalmas volt. A snooker gálát, tehát például rendezvényt szervezek húsz éve, és mostanában a snooker gálákat szervezgetünk harmad magammal. Most már az ötödiket csináltuk, itt volt egy Jack Trump meg a John Higgins néhány héttel ezelőtt, november 23-án visszajátszottuk a VB döntőt, az pedig egy olyan rendezvény, ami állandóan tehet ház 3000 ember, egy komplet napkét előadása délután meg este, azt imádom, tehát azt folytatjuk. Pont onnan jövök egyébként, tehát már a jövő évi hatodik gálát tervezzük, és a fellépőket jók lesznek. <gül> <gül> hogy, tehát ez is egy olyan vonal, amit szeretek, de például azt sem kevesen tudják róla, hogy az amerikai sportokat, a Magyar Baseball Ligának az egyik alapító tagja vagyok. Wow. Öcsém válogatott volt nagyon hosszú idő, sok sok időn keresztül mondom ezt, úgyhogy nyilván nem a az egyik major sportágról beszélünk Magyarországon, uh -huh. de azt hiszem, hogy 28 magyar csapat van ma már a, a Magyarországon két ö, osztályban, tehát két liga is van, A és B, vagy első osztály és az osztály, ha jól rémlik, De hogy már rég baseball az amerikai focit például nagyon szeretem. Majdnem ilyenkor nekem téren, amikor vége a szezonnak, a Form 1 a két hónap az csak NFL nézés szinte. Nyilván a dárcot is szeretem. Most jön a VB, akkor azt is szoktam nézni. Neked csak a sport körül forog az nem, életed? Nem, nem, nem. nem, Csak ahogy mondtam, neked imádom a történelmet, imádom a, imádom a földrajzot, imádok ilyen témájú könyveket olvasni. Néha írok, imádok írni, persze most a könyv is fontos, hogy szerencsére jól megy iszonyú nagy siker, és ebben bíztam, hogy olyan könyv lesz, hogy ezt szívesen olvassák, olyan információkat adok át, Amik, amik nem voltak meg. Még ha valaki sokat is utánolvas dolgoknak, egy csomó olyan hézagot be tudok vele tömködni, ami nem volt meg sehonnan, máshonnan, nem tudott róla. É, folyamatosan top listákon vagyok, én öt-hat öt, hetedik helyen van, ahol az online listán második vagyok a freje mögött. Tehát ezek, ezek nekem sokkal fontosabbak, mint hogy most ki mit mond a könyvről. Tehát, hogy, és én maximalista vagyok, de a magam korlát, tehát a magam és a magam elvárásait akarom megugrani és nyilván tök jó a visszajelzés, meg kell is, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de hogy nekem az a fontos, hogy ez szeressék, és azt látom, hogy szeretik, és innentől kezdve tök jó volt megírni, és már minden percét megírtam, amit belefecszöttem. Kicsit gyorsan kellett befejeznem, vagy kicsit összetömörítettem, meg későn döntöttem, hogy megcsinálom, és nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kellett írnom, ezért nem lett teljesen olyan, ha már maximalizmusomat akarom Aha. kihozni. Még egy hetet jól lett volna rá szállni, még itt-ott finomítani, még itt megnézni, még egyszer átmenni rajta, stb de, de majd akkor következő utánnyomást. Na már egy utánnyomást is megcsináltam, Ó, hát ez Csak nagyon vagy... szuper, az jó hír. Abszolút, úgyhogy... egy hogy Kicsit alul, alul, értékeltem azt, hogy mekkora igény lesz egy Form 1 könyvre, de hál' inkább így legyen, mint fordítva. Úgyhogy ezt lesz egyébként tényleg nagyon sok minden érdekel. De, nem tudom, mondj valamit, és akkor mondom, hogy igen, de, de, de gitározom, ezt kevesen tudják. Eset, ez, ilyenekre gondolok, hogy Van ott egy fenderem, van dugva, és néha, néha a feleségem, néha a szomszéd biztos nem örül neki, de a lányom például játszik, aki zongorázni is tud már. Sokat játszom, imádom a rockot, gánzenóziszt, metallikát, bármit tudsz mondani, amit aha, játszom, például aha. Tök minden, Eric clapton végtelenségig, tehát a végtelenségig tudok rockot hallgatni, a reptet is imádom, sokat gitározom. Most éppen nem tudom, látszik egy-két napja. Hát most nem annyira durva, de aki gitározik, az tudja, hogy a bőrkeményedése soha nem múlik el, csak átalakul, úgyhogy... És ez szóló szinten vagy zenekar is volt? Nem, ez csak saját magam. Ezt néhány éve kaptam a az akkor még nem feleségem, feleségemtől. Ajándékban magamat már nem, nem tudtam vele meglepni, egyszerűen nem volt rá energiám. Azt éreztem, hogy ha vennék egy gitárt, akkor foglalkoznom kéne vele, de nem, nem lesz rá időm. Ezt akartam kérdezni, hogy egyáltalán hova fér bele ez Valahogy jó? beleteszem, nem tudom. Későn fekvő típus vagyok, nem is tudok, viszont korán kell is, nagyon tudok, néha muszáj. De én éjfél előtt, vagy fél egyelőtt nem nagyon megyek ágyba, és a csomó minden így a késő estékre marad. Aztán, amikor olyan napom van, van olyan napom, hogy hazaérek, vagy mondjuk nem kell sehol mennem, otthon dolgozom, csak a három órát meg egy helyben gitározok. Fogom, bedugom, senki nincs otthon, senkit nem zavarok, bármi, szórakozom a hangszínekkel, játszom ezt, ezt az Amaz Santánát, ami eszembe jut, amit tudok, Gánztól tudok nagyon sok mindent, mondjuk Sweet Child-ot majdnem végig tudom játszani komplette, de hogy, de hogy imádom. És mikor kezdtél gitározni? Öt éve. A nulláról? A nulláról. Öt éve nulláról? Aha. A nulláról, igen, és azt kaptam, úgy kaptam a a gitárt, hogy kaptam mellé néhány ólát a Gál Gábornál. Aki <laughs> a Takács Tamásnak az egy gitár, és nagyon sok minden másról is gitár. Gábor azóta nagyon jó barátok vagy már lányom is tanult nála. Néha nem megnézni egy-egy klubkoncertjét, -egy ha van időm. Már régen voltam, úgyhogy most már pont tegnap néztem az egyik posztját, hogy hol játszik, na nem már mennem megnézni, mert nem beszéltünk már egy pár hónapja de hogy de nyilván Gábor tanított pár dolgot, de magam nagyon sok mindent. A lányom meg iszonyú gyorsan tanult, tehát ő nyilván 16-17 éves lesz lassan, gondoltod, hogy milyen sebességgel tanul dolgokat, ami nekem több idő, de azért megvan, és egyébként néha együtt játszunk, és a legjobb érzés, mit tudom, Nakin on Heaven's door úgy játszuk, hogy Vanda játsza ezért az alapot, én meg szólozgatok bele, és néha improvizálok bele, meg ő is, uh -huh. és piszok jó úgy látszani a saját gyerekeddel, hogy szól. Tehát nem az van, hogy szar, hanem az van, hogy passzus, ez jó. Nyilván nem játszanék egy koncerten közönség előtt, de egy úgy vigyorgunk ilyenkor ketten, hogy már csak kezén megérte a gitárt a kezembe venni.